A könyvtár minden téli szünetben képzőművészeti, illetve kézműves foglalkozást szervez az általános iskolások részére. Az idén egy napot a Dobótihamér képtárban töltenek a gyerekek, ahol a Hunyadi Mátyás életterei és a Biblioteca Corviniana című kiállítást szolgálja az ihletet. 36-7 éve csinálom ezeket a rendhagyó irodalomórákat, és régen, hát legalább 15 évvel ezelőtt, de lehet, hogy több is, készítettem egy Mátyás király műsort Bakos Árpáddal, és miután a tavalyi év egy Mátyás király emlékév volt, akkor jött a gondolat, hogy ebből a műsorból lehetne esetleg egy újat, egy teljesen mást, fölhasználva az akkori tapasztalatokat, és Zsoldos Ervinnel elkövettük akkor ezt a műsort, és hát ahogy terveztük is, szinte minden helyre elmentünk vele, ahol magyarul folyik tanítás. Természetesen ehhez szükség van támogatásra és a Magyar Nemzeti Tanács támogatására, vagy meghívásokra, így jutottunk el ide Kanizsára is a Dobótihamér könyvtárba. Tehát nem csak iskolákban, hanem könyvtárakban és kiállítások alkalmával is meg tudtunk mutatkozni. Az a szerencsés gyerek, akinek gyerekkorában meséltek, nagymamák, szülők, idő mindig kell, hogy legyen arra, hogy a este úgy záruljon a nap, hogy elhangzik egy mese, vagy meghallgassanak akár hangfelvételről mesét. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy a gyerekeinkben, hogy volt egy olyan nagy államférfink, egy olyan nagy államalkotónk, egy akkora királyunk, mint Mátyás király, akinek a neve századokon keresztül a mai napig is él, elevenen él az emlékezetünkben.